Evolúciótok, Sirius Vegas pedig nem más, mint a következő epizódja a méltán híres ultra hardcore sorozatunknak. Ebben a mai részben megpróbáljuk összerakni a tökéletes csákányt. Rengeteg dolgunk van, úgyhogy vágjunk is bele. Először is ki kell találnunk, hogy mi legyen az enchantok. Mik legyenek az enchantok, amik rákerülnek. Nem gyémánt kapával kezdünk? Értem, hogy szeretnétek, de nem. Nem gyémánt kapával kezdünk. A szokásos enchantok, amik rá szoktak kerülni az első gyémánt csákányunkra, ami szerintem egy ilyen technológiailag egy ilyen komoly előrelépés egyébként. Vagy én legalábbis úgy szoktam megélni, hogy technológiailag meg kényelmileg, mert sokkal... Ó, hogy nincs hang. Szóval, hogy sokkal gyorsabban tudunk vele haladni, a mending az egyik, ami részemről egy fontos enchant szokott lenni, illetve a hatékonyság, efficiency néven, illetve az unbreaking. Igen, és hogy ezekből, nyilván mindegyikből lehetőleg a legmagasabb szint. Tehát nem tudom, unbreaking 3 talán hatékonyságból, talán el lehet érni 5-öt, de szerintem már 4-jel jók lennénk. Ó, igen, és a fortune. A fortune nagyon-nagyon fontos. Szóval, az van közben egyébként, srácok, hogy elérkeztünk abba a szakaszba, amit talán a legveszélyesebb a hardcore-ok és ultra-hardcore-ok esetében, amikor is elkezdek afkolni a streamek között. De egyszerűen muszáj, tehát hogy értitek, a streamen belül várnánk meg azt, hogy visszaszaporodjanak a falusiak, az valószínűleg nagyon-nagyon sokáig tartana. Most egyébként afkoltam, és megvártam, hogy visszaszaporodjanak a falusiak. És visszaszaporodtak a falusiak. A falusiak mintegy vissza vannak szaporodva. Na, szóval, odaossanunk csendben, és eltesszük láb alól. Ezt, miért mentél át a másik oldalra? Gyere vissza, haver! Na, gyere szépen! Hova sz... About that. Te így elkezdesz charge-olni? Ja. Well, ez lehetett volna sokkal rosszabb. Nem kéne előbb egy kis teljesítményű XP farm? De az a helyzet, hogy... Hogy az eredeti koncepcióm az volt, hogy nem kell egy kis teljesítményű XP farm, mert elfelejtettem, hogy kell egy kis teljesítményű XP farm, de az a helyzet, hogy valószínűleg kell egy kis teljesítményű XP farm. Na, halló? Este van? De nincs este. Te miért nem vagy ilyen lelkes munkaerő? Well, az a helyzet, mondjuk egyébként én is vannak napok, amikor csak körbe-körbe szeretnék forogni. Ó, este van. A kinti falusi veszi fel a munkát. Oh no! Here we go again. Oh no, erre nem gondoltam, hogy ez baj lesz. De ez baj lesz. Oh, ez baj. Oké, hogyan lehet ezt megakadályozni? Akkor nem veszik fel a munkát, ha nem találnak utat oda, ugye? Oké, hát nem így lehet megakadályozni. Szóval, ha nem találnak oda útvonalat, ha valahogy sikerül elzárni őket... nem kellett volna, hogy leessenek egyébként. Azért szerettem volna, hogy leessenek, hogy ugye több tudjon, több születhessen. Na, menjél innen. Te is menjél oda hátrafele. Tudom, hogy dolgozni szeretnél. Hát megcsinálhatnánk azt egyébként, de nem, mert az is cross-checkel. A gyilkosság még egy opció, nem? Ja, és lehet, hogy az a legegyszerűbb opció. Ó, oh, nézzétek! Felvette a munkát. Na, a Lack of the Sea. A Lack of the Sea az régen egy olyan enchant volt, amiért öltünk. Szóval, amikor még nagyon ment ez a horgász dolog, akkor a Lack of the Sea egy ilyen game changer enchant volt. De most már nem megy nagyon a horgászok. Bár egyébként, mintha olvastam volna valahol, hogy valami van azzal. Blast Protection, úristen, egy Protection 4. Jézusom, mennyire szeretnék egy Protection 4-et. Az de kár, hogy kipecselték. Hát... az, hogy kipecselték egy az egyben, igen, az kár. Az arra mondhatjuk, hogy kár. Az, hogy csináltak vele valamit, az nem. Mert hogy szerintem az egy annyira erős módszer volt back in the days,
hogy nem igazán volt más valid megoldás. Szerintem a Minecraftban az nagyon király, hogy több különböző irányba indulhatsz, több különböző dolgot csinálhatsz, és hogy persze van fontossági sorrend mindenki számára, de hogy alapvetően a fontossági sorrend az nincs kőbevésve, és nem teljesen egyértelműen triviális. Tehát értitek, hogy nem úgy működik a fontossági sorrend, mint ahogy működne egyébként, hogy ez az egy dolog van, ezt az egy dolgot kell csinálni. Kész. Kalapkabát. Ezt a mendinget, ezt tedd el, mindjárt megnézem, hogy hogyan tudjuk megvenni tőled. Sajnos jelenleg nincs ennyi emeráldunk, és ők meg nem felejtenek nagyon gyorsan. Bár egyébként ez nem annyira vészes, ez az egyetlen egy szemrépa. Egyébként fantasztikus ötlet volt a falusiakat. Fantasztikus ötlet volt a falusiakat betenni a bázis közepére, de közben az az érzésem, hogy nem volt fantasztikus ötlet a falusiakat betenni a bázis közepére. Tehát az, hogy most mindegyik itt hümmög, non-stop, ez nem feltétlenül... Ó, mert te el is felejtetted ezt a sérelmet. Hát te nem. Te valószínűleg közelebb álltál. Rád lehet, hogy fröccsent a vér. Vagy... Csak megkérem őket, hogy hümmögjenek már halkabban. Úgyni, 20 XP, 20 szint, azzal már rá tudjuk rakni az első enchantot. Meg is van az XP farm, hát ez azért egy elég lightos XP farm. Oké, mit szóltok ahhoz, ha ameddig nő a cukornád, elmegyünk egy kicsit bányászni. Tudom, hogy nem szeretünk bányászni, én se szeretek bányászni. De hogy egy picit elmehetünk bányászni. Bányászni, mint az ősemberek. Hogy őszinte legyek, én is nagyon szeretném elkerülni. Tudom, hogy a Minecraftban egy viszonylag központi elem a bányászat. De hogy nagyon-nagyon szeretném, ha nem kéne. Ez a mai rész, ez egy nagyon izgalmas videó alapanyag lesz. Létrázunk benne, mezőgazdaságot folytatunk, és falusiakat, nem tudom, falusiaknak vesszük el a munkáját, és adjuk vissza. Hát, ha jobban végzik, majd. Ez fog történni. Kérdeztétek többen, hogy ez micsoda? Ez egy geóda először is, és a geódában az a jó, hogy ilyen kristályokat spawnol, meg nagyon vicces hangja van, ha lépegetünk rajta, és ezekből a kristályokból lehet egy az egyszem dolgot csinálni, ami jó, de nem ez a lényeg. Ó, lehet valami üveget is csinálni belőle, tényleg lehet olyan üveget csinálni belőle, ami nem engedi át a fényt. Ez egy nagyon fura üveg, akár hívhatnánk betonfalnak is, de szóval az van, hogy átlátunk rajta, de a mobok a másik oldalon nem érzékelik a fényt, tehát hogy spanolnak a mobok, ami azért elég cool. A másik meg, amire jó egyébként, az a távcső. Kicsit bányáztunk, elmondhatjuk, hogy oké, megvan a Minecraft életérzés, mehetünk innen a vérbe. Teljesen szét vagyok esve ebben az epizódban, srácok, ha bármit elérünk ma... Most már felraktam az ágyat, mi? Viktor! Szedd össze magad! Nagyon messze voltunk mi még, srácok, attól az enchanttól, mert mint hogy így elhihettem magamban, hogy az enchant lesz a következő lépés, de piszok messze voltunk mi attól az enchanttól, azt kell, hogy mondjam. Respiration 3. Ó, wow, ez nagyon menő. Elcsábulunk? Ettől lélegzünk sokáig a víz alatt. Csákány a cél. Jó, igazad van. A csákány a cél. Bár a szűk keresztmetszet nem a falusiak száma. Nekem az az érzésem. A csákány a cél. Power 3. De a csákány a cél.
vagy Curse of Binding. Mindenféleképpen haver, mindenféleképpen. Multishot? Te nagyon kiteszel magadért, haver arc. Ez egy másik kérdés, hogy teljesen haszontalan. De nagyon kiteszel magadért, minden elismerésem. Fortune 2. Abból 3 a teteje. Not great, not terrible. 2-ért drága. Jó, megyünk tovább. Egyébként egy szavunk sem lehet, mert egy jó enchantot szedtünk már ki. Kettő jó enchantot szedtünk már ki. Egy enchantból kell szedtünk már ki kettő jót. Papírral fogjuk fixálni ezt az árat, így. És aztán a next step. Oké, a next step az az, hogy téged meg megütünk. Na, kikér srácok húst vacsorára? Ez egyre rosszabb. Lehet, hogy be kéne csukni előtte, értitek? Hát most miért bántottuk? Mert jött egy új árus sokkal olcsóbb áron. Mármint, hogy sokkal olcsóbb áron. Mert a vörös vezér egy populista, kapitalista disznó. Nem is vagyok kövér. Next paprika, Jancsi! Melyikőtök akar menni dolgozni? Az előbb is kivetettetek magatokból valamit. Ezt most is megbeszéltjük. Ha valakit feláldoztok, vagy feláldozza önmagát, és feláldozzátok, akkor a többieket békén hagyjuk. Na, tempó! Pórázon nem lehet vezetni ezeket? Szerinted, ha lehetne pórázon vezetni, itt majomkodnék? Mi is kell nekünk? Kell unbreaking. Meg kell efficiency, ugye? Igen, mert fortune-ünk már van. Ez egy mending. Fortune-ünk már van. Igen, ráadásul Fortune 3. Unbreaking 3! Hát mekkorát megyünk! Nézzétek, és be is tudnánk lokkolni, ha nem adtuk volna el az összes emeráldunkat. És most már csak efficiency kell. Az efficiency volt, nem? Igen, most már csak az efficiency kell. Oké. Te maradsz. Hát a Protection 4 az mindenképpen marad. Ami azt jelenti, hogy már csak emeráldot kell szereznünk, srácok, ahhoz, hogy vegyünk még egy könyves szekrényt. És most jelenleg sajnos nincs nagyon eszközünk arra, hogy emeráldot szerezzünk. Miből tudnánk még emeráldot szerezni? Nézzük át a falusiakat, hogy mink van még. Esetleg tényleg csinálsz egy botos sávót. Most egyelőre még nincs nagyon jó ellátásunk botból, mert ez ugye onnantól lesz nagyon jó, ha nagyon sok búzát helyett nagyon sok izét termelünk. Bár hirtelen jó megoldás lehet, mert hirtelen be tudom váltani a fát. Tehát, hogy most jelenleg nincs bambusz. Igen, bambusz. Bambuszra lenne szükség. De most jelenleg nincs még bambuszunk. Vagy van, csak nem ültettem el. De hogy viszont fánk az van, szóval van. Fánk sincs nagyon sok. Fánk az van. Ja, lehet, hogy akkor egy Fletchert kéne gyorsan összerakni. Én is így gondoltam. Valaki a felnőttek közül, ha lenne szíves. Szerintem te pont Fletcher szeretnél lenni. Ilyen Fletcher arcod van. Úgy. Menjél oda, vedd fel a munkát. Úgy, nagyon ügyes, nagyon szép. Ja, este van, lehet, hogy nem akar dolgozni. Megyünk, azt adunk neki kedvet dolgozni. Valószínűleg aludni akar, menjen akkor szépen oda-e.
Úgy, nagyon jó. Beszélgessetek még egy kicsit, és aztán menjél dolgozni. Ahú, meg ez most szociális idő. Fú, srácok, nem egyszerű, ám ez! Nem egyszerű! 2 hours later. Úgy. Na mondjad, Fletcher elvtárs. Aztán botokért majd én fogok dolgozni? 32 bot! Jó, 32 bot. Hogy oké, okay, először is befixálom a Protection 4-et, mert a Protection 4 az nagyon fontos. Tehát, hogy a Protection 4 és az Unbreaking is nagyon-nagyon fontos. Csináltunk egy kis kitérőként egy speciális pálcika kereskedőt, és jelenleg az a helyzet, hogy ő a legnagyobb emberált forrásunk, ami amúgy elég szégyenletes, tehát az, hogy itt áll egy halom mezőgazdasági dolog, vagy mezőgazdasági emberke, aki így a kereskedelemben így itt értitek, így az élbolyba tartozik, és akkor közben ez az egy szem arc több emeráldot adott nekem eddig, mint szerintem ezek itt majdnem összesen, de mindegy, ezzel nem foglalkozunk. Szóval, aki Én szeretnék elmenni bambuszért egyébként. Ha már értitek, tehát hogyha már itt van ez az arc, aki pálcikákat tudna emeráldra cserélni, akkor már adjuk meg az esélyt arra, hogy a lehető legnagyobb potenciállyal gyártsunk pálcikákat. Előbb vagy utóbb úgy is kelleni fog szilktács. Adjál egy szilktácst. Na, meg se lássalak többet, húzzál innen. Viszont el kell mennem Fire. Szerintem ő tudta, hogy milyen dílt kell betolni, de hogy közben azért az megvan, hogy volt egy kis lázadás is. Tehát, hogy benne volt egy kis lázadás, mert nem azt adta, amit kértem, de közben azért megtalálta, hogy mi az, amire azért valószínűleg még rábólintanék. Tehát, hogy hogyan lehet úgy ellenállni, hogy még pont elég fontossá tegye magát, hogy ne vágjam le a fejét azonnal. Bedugom a jacket a keverőbe, dob fel a kezedet a levegőbe. Na, menj innen. Gyere, visszatollak. Bár egyébként nem tűnik úgy, mint a haldokolnál. Na, menjé. Evolúció, partra jön. Ne aggódjatok, nem lesz itten semmi evolúció, visszatereltem ügyesen. Na, visszatuszkoltam ügyesen oda, ahonnan jött. Ne növesszen lábakat. Sok. Azt mondjátok, drága? Tud ő még jobbat. 23 drága. Pepe, neked erről van elképzelésed? Vagy csak beírod? Nára, ugye ez nagyon specifikusan azért érdekel, mert téged nem láttalak még mást játszani, mint Kodot, meg Tarkovot. Én egy kicsit szeretnék Looting 3-at. Ja, egy kicsit szeretnék Looting 3-at. Na, add ide. Jó, akkor ne add ide. Gyere, haver! Kicsit hagyd abba ezt a pörgés dolgot. Adjál nekem emerald. Aztán veszek egy looting 3-at, jó? Tudod mit? Veszek könyvvizsgát hozzá. Süsd meg magad. Látom én a szemedben a csillogást. Mindig is munkára vágytál. Mindig is fizetést szerettél volna. A munkával kapcsolatban jó hírem van. Fizetés meg amúgy is overrated. Ó, van már silk touch. Ó, de drága. Hát ez sokkal olcsóbb. Van egy rossz hírem elemér. Folytsd vízbe. Ez tényleg jobb, mint a bármi más megoldás. Ó, várjatok, először azonosítsuk, hogy melyik is volt az. Oké, mindjárt rájövök, hogy lehet vízbe folytani vajon. Kinyitjuk újra a boltot. Ez nem gyilkosság volt, ez baleset. Ez balesetnek hívják. Ez egy víz alatti objektum. Az van, hogy aki nem tud lélegezni víz alatt, az ne menjen víz alá. Ez egy munkahelyi baleset, majd értesítjük a családját.
A srácok, meghalt a Béla! Értesítve vannak. Ó, Elemér volt. Ó, bocs. Elemér, bocs, Elemér halt meg, nem a Béla. Jó hír, Béla még él. Megérkezett. Elemér. A második. Aki nyilvánvalóan sokkal jobb döntéseket fog hozni az árakkal kapcsolatban. Na gyere. Tételezzünk fel, hogy ez a felvételi beszélgetés. Mennyiért adnál egy Silk Touch-os enchantot? És mennyiért adnál egy mendinget? A Protection 3 nem rossz próbálkozás, de sajnos késő. Sajnos túl kevés, túl későn. Ó, jutas majd trallala. Ó, majd ding ding dong. Hoppá, hoppá, hoppá. 64 ér, az egy Efike 5, ez volt egy Efike 5, srácok, ennyi lett volna mára. Csak fenyegetni kellett Baltával. Nem őt fenyegettem Baltával, hanem a testvérét, de nem ez a lényeg. Ezek amúgy itt mind testvérek. Szerintem, srácok, itt az ideje elmenni cukornád helyett bambuszért. Guberáj több hajóroncsot. Hát nézzétek, az van, hogy a kalandozás közben simán találhatunk hajóroncsot. Mert mint értitek, tehát hogy elindulunk, szedünk még hajóroncsot. Szerintem abba az irányban nem annyira lootoltunk még hajókat. Oké, okay, csinálunk egy gyémánt csákányt. Rárakjuk az első enchantunkat. Ami nem más, mint a Fortune 3. Az 6 szint. Akkor most veszünk egy unbreakinget, ha tudunk venni egy unbreakinget. Tehát, hogy most nem fogok hirtelen kipattintani egy 64-es. Pedig az efficiency ott az jól jönne. Vagyatok, mi kell még rá? Mending kell még rá, meg ugye ez a 64-es efficiency 5. Azért mondjuk az efficiency 5 az onnantól kezdve eléggé húzni fog. Oké, nálad mennyibe kerül a mending annál, akinél van mending? 24. Na azt még szerintem ki tudjuk húzni ma. A 64-et, az főleg, ha te megint kinyitottad a kereskedelmet. A 64-et, az biztos, hogy nem fogjuk tudni. Milyen enchantok vannak a ládában? Egy Silk Touch, meg egy men... Oh. Oh. Ebben az esetben megpróbálhatunk rárassolni még. Hát van még 14 szintem. Rárakni biztos rá tudnánk. Sajnos ugye az a baj, hogy, hogy az egy stacknyi emerald. Tehát hogy azért az meglehetősen sok emerald. Oké, mi az, amit... Tehát nálatok répa, krumpli, oké, nem abból lesz meg, de hozzátehet. Búzából elég sokat tudnánk, papírból szereztünk, de a papírt azt már eladtuk. Lehet, hogy kéne csinálni még egy pálcikás embert egyébként. A pálcikás a legjobb. Nagyon úgy néz ki egyébként, hogy a pálcikás a legjobb, csak valahol elfelejtettem ezt a tudást, illetve ez nem igaz, mert... Tudtam, hogy a pálcikás nagyon jó, de azt hittem, hogy azért nagyon jó, mert ugye volt bambuszunk, és végtelen mennyiségű pálcát tudtunk gyártani. Az nem vetődött fel bennem, hogy akkor is ez nagyon jó, ha nekem kell vágnom a fát. De hogy közben akkor is nagyon jó, ha nekem kell vágnom a fát. Ez már egy szuper technológiailag fejlett dizájn, srácok. Itt már gyakorlatilag mindenre van megoldásunk. Van olyan probléma, amire kettő is. Mi az Isten van ezekkel a pálcás jó madarakkal? Te jó ég, hogy ezekből tényleg így lehet kiszedni az emeráldot? Miért szórakozok itt a mezőgazdasággal? Azt az egész zónát, értitek, fel lehetne számolni. Elkészült, srácok! Ez volt az, amit terveztünk, nem? Fortune 3, Unbreaking 3, Mending, Efficiency 5. Ez volt az, amit terveztünk. Na megyünk, aztán kiszedjük a gyémántot. Let's go! Fortune 3, Unbreaking 3, Mending, Efficiency 5. Hány darab gyémánt lesz ebből a kupacból? Egyet ugye már kiszedtünk, abból egy darab gyémánt lesz. Ez 1, 2, 3, 4, 5 darab gyémánt még. Egy gyémánt ugye volt nálunk. 13, 12. Akik 12-t tippeltek, azoknak lesz igaza.
Igen, kéne egy lift először is, úgyhogy lassan át kéne menni a Netherbe. És utána pedig kéne gyémánt felszerelés, ahova tudunk. Mert nyilvánvalóan felvettem egy cipőt, amit nem tudunk. Tehát, hogy így ezt sajnos nem nagyon tudjuk levenni. Van rá terv, hogy majd lekoptatom. Van rá terv. Vizes liftre gondolunk. Igen. Szóval majd lekoptatom. Nem néztem egyébként, felvettem. Értitek? Ahogy az szokott történni. És akkor ezt a két ruhadarabot, ami jelenleg vas, nem az egyik arany, azt kicseréljük gyémántra, amire viszont már be van készítve az enchant. Tehát be van készítve a Protection 4, be van készítve az Unbreaking 3, és igazából már be van készítve a Mending. Boom! Ha tetszik a videó, nyomj egy lájkot, és ezzel segíts, hogy még több emberhez juthasson el. Ha pedig már ott vagy, írhatsz valamit a komment szekcióba is, még mindig minden kommentet olvasunk. Meglepő, mi? Ennyi lett volna mára, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ennek a videónak sajnos messze sokkal több idő volt az elkészítése, mint azt terveztem, terveztük eredetileg. Minden közben jött, ami közben jöhetett, hosszú hétvégétől kezdve túltervezett héten át, minden. De hogy teljesen őszinte legyek, szerettük volna Szabival inkább a lehető legjobban összerakni, mint sem mindenféleképpen az eddigi időzítésbe beleerőszakolva kiszuszakolni az internetre. Reménykedünk benne, hogy a következő egy kicsit simábban fog menni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!